van, most még mind itt vagyunk, de senki nem szól, hallgatunk. A szél is csendesen, gyertek, üljünk közelebb, ez a búcsú éjszaka, szóljon oda hozzánk, jó barát. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. 20 év múlva lehet, hogy talán. A 12. A osztály. Osztályfőnök Kis Szilvia tanárnő. Balogh Klaudia Barbara. Gyöngyösi Natália. Juhász Zoltán. Tőkés Enikő. Polgár Tíria Tiffany.
Erdős Csörsz Szilárd, Károlyi Dóra, Barát Péter, Győri Petra, Tanka Levente, Törő Adrien, Fórián Bence, Fejes Veronika, Magdics Boglárka, Nagy Gergely, Mogyorósi Nikolett, Kis Bálint, Varga Laura Kata, Smidrócki Erik Zoltán, Vatai Lilla, Tomka Mózes, Ceglédi Antónia, Petrov Todorov Pál, Kis Zorka, Juhász Vivien, Petrov Todorov Péter. Érkezik a 12. E osztály. Osztályfőnök Bíró László tanár úr. Nagy Péter, Mezei Béla Levente, Orosz Balázs, Kozák Martin, Ferencik László, Parti Marcell Lajos, Horváth Martin, Mága Viktor. Érkezik a 12. B osztály. Osztályfőnök Telegdi Károly tanár úr. Györfi Réka, Császár Vivien Erzsébet, Vadász Boglárka Anikó, Bóné Boglárka, Nagy Fanni Katrin, Csetnyák Angéla, Varga Lívia, Mészáros Levente András, Kovács Adrien Vanessa, Tóth Krisztina, Benikovszki Ivet, Varga Fruzsina, Szabó Zsolt, Bagdi Dániel, Szabó Attila Zsombor, Rövid Zsombor Marcell, Szabó Alex, Faur Zsombor, Vad István. Érkezik a 11. F osztály. Osztályfőnök Gulyásné Nagy Edit tanárnő. Tócegi Alfonz Tibor. Mező Tima Csilla. Rózsás Dávid. Szabó Tamara Roxana. Balog Árpád Leó. Makula Szintia. Cseresznyés Tamás. Balog Katalin Emília. Kubik Erzsébet Erika, Vadász Jázmin Anna. Érkezik a 12. C osztály. Osztályfőnök Gali Zoltán tanár úr. Kis Regina, Faragó Petra, Nyíri Martin, Pál Kristóf, Daróczi Gergő, Tőkés Sándor, Kuna Rihárd, Gali Balázs, Víg Dániel, Szabó Zsolt, Klenzner Zsolt, Szegi Szabolcs József, Besenyei István, Szabó Péter, Ferencik Zsombor. Érkezik a 14. G osztály. Osztályfőnök Szabó Gabriella tanárnő. Szabó Nikolett, Farkas Amanda Claudia, Dan Petra, Horváth Henrietta Fatime, Horváth Simonetta Kornélia, Balog Szabina, Cseke Zsolt, Nagy Dóra, Nagy Adrián Tamás,
Sári Kamilla Kornélia, Szabó Enikő, Rácz Anikó Piroska. Szeretettel köszöntjük kedves ballagásra érkező vendégeinket és ballagó diákjainkat. Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő úr elnézést kér, hogy elfoglaltsága miatt ezen a nagyon fontos eseményen nem tud megjelenni, és ezúton is gratulál minden végzős diáknak, osztályfőnökeiknek, a kedves szülőknek és minden hozzátartozónak. Tóth Lajos polgármester úr elnézést kér, hogy elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az eseményen, de gratulál a végzős diákoknak, osztályfőnökeiknek és hozzátartozóiknak. Pejhéné Barta Irén, a Berettyó Újfalui Szakképzési Centrum főigazgató asszonya, a centrum valamennyi dolgozója nevében gratulál az intézmény vezetőinek, a végzős osztályok osztályfőnökeinek és diákjainak. Köszöntjük Vadász Ferenc alpolgármester urat. Köszöntjük a Püspökladányváros képviselőtestületének tagjait. Köszöntjük Kövesi Tamás urat, a Karacs Ferenc kollégium intézményvezetőjét. Köszöntjük iskolánk duális partnereinek képviselőit. Köszöntjük a megjelent cégek vezetőit. Ünnepségünk kezdetén énekeljük el közösen a himnuszt. Yeah.
Hallgassák meg iskolánk énekkarának előadását. Szólót énekel Kubik Erzsébet Erika. Betanította Szőlősi Erika tanárnő.
Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című versét Kis Brigitta 11. B-osztályos tanuló szavalja el. Június volt, s újjongtunk. Nincs tovább, most gyertek szabad mellű örömök, s pusztuljatok bilincses iskolák. De elcsitult a jókedv förgeteg, s helyére ült a döbbent némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ó, ifjúi szent megjózanodás! Komoly, nagy fény, hős férfiú szerep. Emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, és megélni szép, ha hozzáedzik tüzes szívkohók, ifjú vitézlők lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. Szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt mindig hozzám víg üzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűn állni meg Isten s ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek éltéltem árnyai, s az elbocsátó iskolapadok. S én, vén diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm a mindig újakat, föl-föl fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ. Ha az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Ünnepi beszédet mond Ferencik György, iskolánk igazgatója. A fiatalság csupa fény és napsugár, csupa tavasz és kezdő nyár. Nézd meg a fakadó rügyet, a nyíló bimbót, ez a fiatalság. Az emberi lélek tele örömmel, életkedvel, tele ábránddal és tele reménységgel. Az emberi lélek ártatlan és romlatlan, örül a létnek, nem tudja még mi a szenvedés, mi a csalódás, a lelke még nem kopott, nincs összezúzva, de friss, egészséges és hajlékony. Boldogan fog lepkét, csókol virágot, gyönyörködik az ég kékjében, a felhők játékában, a madár dalában. Lelke tele van vágyjal, reménnyel, élni akarással, lelkét szép eszmék, nagy célok hevítik, az örökké valóságra gondol. Minden ifjú előtt nyitva áll az élet. Jász Géza író gondolataival szeretettel köszöntöm a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola ballagási ünnepségén megjelent végzős tanulóinkat, szüleiket, nagyszüleiket, hozzátartozóikat, vendégeinket, iskolánk tanárait, dolgozóit, és mindenkit, aki jelen van ezen a szép ünnepen. Kedves balagó diákjaink! Az itt eltöltött évek alatt megértetek, felnőtté váltatok, tapasztalatot, tudást gyűjtöttetek, megtanultátok, hogy az életben minden változik, és rajtunk múlik, hogyan tudjuk a változásokat megérteni, követni. A mai nap is változást indít, és ennek a lényegét a következő évek során fogjátok megtapasztalni. Az órákra való sietés, a ki- és becsengetés, a feleléstől való izgalom, a rossz dolgozat miatti szomorúság, mind a feledés homályába vész. Lehet azonban álmodozni, izgulni a jövő miatt. Hiszünk abban, hogy az életben előttetek álló megpróbáltatásokra felkészültetek arra, hogy megálljátok a helyeteket az élet
minden területén. Kedves szülők, kedves nagyszülők, kedves rokonok! Kollégáim, és a magam nevében is szeretném megköszönni azt a bizalmat, amivel megtiszteltek bennünket akkor, amikor a pályaválasztás idején gyermekeiket ránk bízták. Most pedig egy nagyobb döntés előtt állunk, hogy mikor, milyen mércét állítunk felnőtté váló gyermekeink elé, mikor hagyjuk őket magukra döntéseikkel. Természetesen akkor is örülünk sikereiknek, ha ez nem feltétlenül kimagasló eredményeket is jelent. Fontos, hogy gyermekeink reális célokat tűzzenek maguk elé, megtalálják a kiegyensúlyozott, nyugodt, boldog élethez vezető utat. Köszönjük Önöknek, hogy részt vehettünk a jövő reménységeinek oktatásában. Tisztelt vallaktató osztályfőnökök, kedves kollégák! Bízunk abban, hogy a fáradtságos munka meghozta gyümölcsét. Az eddig gonddal nevelt szeretett gyermekek búcsút intenek. Az eltelt évek során rengeteg élményben, örömben, ritkán bánatban is volt részünk. A kirándulások, klub délutánok, a közös főzések, vagy a kötetlen beszélgetések erősítették az osztályközösségeket, az egymáshoz tartozás érzését. Tudtuk, hogy közeleg a búcsú pillanata, mégis elszoruló torokkal figyeljük az itt álló végzősöket. Bízunk abban, hogy az átadott tudás maradandó értékké válik, abban, hogy boldog felnőttként fogjuk diákjainkat viszont látni. Köszönet illeti a kitartó munkáért a végzős osztályok osztályfőnökeit. A 12. A osztály osztályfőnökét, Kis Szilvia tanárnőt. A 12. B osztály osztályfőnökét, Telegdi Károly tanárurat. A 12. C osztály osztályfőnökét, Gali Zoltán tanárurat. 11. E osztály osztályfőnökét, Bíró László tanárurat. 11. F osztály osztályfőnökét, Gulyásné Nagy Edit tanárnőt. A 11. G osztály osztályfőnökét, Szabó Gabriella tanárnőt. Szintén köszönet illeti a fáradtságos munkájukért a végzős osztályokban tanító kollégákat. Tisztelt búcsúzók! A jelen egy pillanat. A múlt az emlékek ködébe vész, a jövő pedig bizonytalan. Mégis örüljetek annak, hogy a vég mindig valaminek a kezdetét is jelenti. Lehetőségek sokasága, új küzdelmek, örömök várnak benneteket. Ha kellő figyelemmel, becsülettel, türelemmel formáljátok napjaitokat, mindent elérhettek. Bízzatok magatokban, a tudásotokban, szorgalmatokban, az életben. Az előttetek álló vizsgákhoz sok sikert és kitartást kívánunk nektek. Végezetül Vas Albert gondolataival búcsúzom tőletek. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. Csak álom volt a régió világ, és mint a fecske alkonyatni szélnek, ma szárnyat bontott egy sereg diák. Köszönöm a figyelmet.
az iskola kiváló diákdíjat adományoz a következő tanulóknak kimagasló tanulmányi eredményekért, példamutató magatartásukért és szorgalmukért, verseny eredményeikért és közösségi munkájukért. Ceglédi Antónia, 12. A. Fórián Bence, 12. A. Tóth Krisztina, 12. B. Vargra Fruzsina, 12. B. Tőkés Sándor, 12. C. Könyvjutalomban részesül a 12. A osztályból Ceglédi Antónia kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Fórián Bence kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Károlyi Dóra jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Magyarósi Nikolett jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Törő Adrián jeles tanulmányi eredményéért. Nagy Gergely jeles tanulmányi eredményéért. Győri Petra énekkari és kiemelkedő közösségi munkájáért. Magdics Boglárka énekkari munkájáért. A 12. B osztályból Varga Fruzsina kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, 4 éves énekkari munkájáért. Tóth Krisztina jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, 4 éves énekkari munkájáért. Bóné Boglárka 4 éves énekkari munkájáért. Császár Vivien 4 éves énekkari munkájáért. Nagy Fanni Katrin 4 éves énekkari munkájáért.
a 12. C osztályból, Tőkés Sándor jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, és kiemelkedő közösségi munkájáért. Kis Regina jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Szabó Zsolt jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Vég Dániel példamutató magatartásáért és kiemelkedő közösségi munkájáért. A 11. E osztályból Orosz Balázs kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért. A 11. F osztályból Tótszegi Alfonsz Tibor jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő szorgalmáért és közösségi munkájáért. Balog Árpád Leó jó tanulmányi eredményéért, angol nyelvből és szakmai tantárgyakból kiemelkedő szorgalmáért. Rózsás Dávid jó tanulmányi eredményéért és a megyei mezei futóversenyen elért eredményéért. Balogh Katalin Emília jó tanulmányi eredményéért. Cseresznyés Tamás jó tanulmányi eredményéért. Kubik Erika kiemelkedő közösségi munkájáért. A 11. G osztályból Cseke Zsolt jó tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való szerepléséért. Nagy Adrián Tamás az országos és európai sportversenyeken való kimagasló szerepléséért. Nagy Dóra jó tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való szerepléséért. Sári Kamilla Kornélia jeles tanulmányi eredményéért és példamutató szorgalmáért. Szabó Nikolett jeles tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való szerepléséért.
Rácz Anikó Piroska, jeles tanulmányi eredményért, tanulmányi versenyeken való szerepléséért és példamutató szorgalmáért. A ballagó diákok részéről búcsúbeszédet mond Ceglédi Antónia, 12. A-osztályos tanuló. Tisztelt tanáraink, hozzátartozóink és kedves ballagó diáktársaim! 4 éve együtt léptük át az iskola kapuját. Akkor még alig ismertük egymást, de az évek során igazi barátságok és szerelmek is kialakultak. Igaz, nem volt könnyű dolgunk, hiszen 2 év alatt közel 10 hónapot otthon töltöttünk az online oktatás időszakában, de azért így is rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk. Nem csak az osztálytársainkkal, hanem az évfolyamtársainkkal is szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Az sem titok, hogy sokszor kisegítettük egymást egy-egy dolgozat kérdéseinél. Ahogy idősödtünk, sokszor tűnődtünk azon, hogy milyen is lesz majd, ha véget érnek a középiskolai évek. És most, hogy elérkezett a ballagás napja, nehéz szívvel állok előtetek. Szomorú vagyok, hiszen ettől a naptól kezdve már nem látjuk nap mint nap egymást, de azt is tudom, hogy el kell válnunk ahhoz, hogy az álmainkat megvalósítsuk. Diáktársaim nevében is szeretnék köszönetet mondani tanárainknak és osztályfőnökeinknek, akik támogattak minket, segítettek megtalálni a helyes utat, és akikhez mindig bizalommal fordulhattunk. Hálásak vagyunk még a hozzátartozóink gondoskodásáért, támogatásáért, és azért, hogy hittek bennünk. Kedves diáktársaim! Kívánom, hogy teljesüljenek álmaink, sikerüljön véghez vinnünk kitűzött céljainkat. Most mindannyian nagy kihívás előtt állunk, hiszen számot kell adnunk eddigi tudásunkról, de ez a nap még legyen az ünneplésé és az emlékezésé. Útravalóként fogadjátok Szabó Pál szavait. Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, most valóra válhat minden, ami szép. Az élet a munka tárt karokkal vár, s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. A ballagó osztályok szalagot kötnek az iskola zászlójára. 12. A-osztály nevében Győri Petra, Nagy Gergely. Tizenegyedik E-osztály nevében Orosz Balázs, Mága Viktor. Tizenkettedik B-osztály nevében Varga Fruzsina, Rövid Zsombor Marcell. Tizenkettedik F-osztály nevében Balogh Katalin Emília, Tótszegi Alfonz Tibor. Tizenkettedik C-osztály nevében Faragó Petra, Szegi Szabolcs József.
11. G osztály nevében Sári Kamilla Kornélia, Cseke Zsolt. Az ünnepség befejezése előtt néhány közérdekű információ. A ballagó diákok az ünnepség után az udvari járdán kiérkezésük sorrendjében a hátsó bejáratokon visszavonulnak az osztálytermükbe. 12. A gimnázium, 18-as terem, 12. B gimnázium, 16-os terem, 12. C gimnázium, 7-es terem, 11. E szakképző, 1-es terem, 11. F szakképző, 8-as terem, 11. G szakképző, 9-es terem. A bevonulás után a hozzátartozók megkereshetik ünnepeltjüket, kérjük addig hagyják szabadon a járdát. Ünnepségünk végén hallgassuk meg közösen a szózatot. Yeah.